Még a szalag átvágásában is részt vettek a kicsik, használatba vették az ország 233. óvi foci pályáját a Pipi tér óvodába járó gyerekek. Ez a pálya egy 6x12 méteres, műfűves, multifunkcionális sportpálya, azaz igazából minden sportra alkalmas az óvodásoknak, nincs meghatározva, hogy kézilabda, kosárlabda, foci, bármi. A beruházást a város 30%-os önerővel valósíthatta meg, ez közel 3 millió forint volt. Az állóképesség fejlesztése szempontjából nagyon fontos a sport, mondta a város 10. óvi foci pályájának megnyitóján Puskás Tivadar polgármester. A fiatalokat, a legkisebbeket is már mozgásra és rendszeres mozgásra tanítsuk. Az állóképesség szempontjából, az egészség szempontjából rettentően fontos, hogy mozogjunk, sokat mozogjunk, szervezetten mozogjunk. Ebben segít az új sportlétesítmény, amelyet sorversennyel avattak fel a gyerekek. A 4-es számú választókerületben további beruházások is várhatók, a kisgyermekes családoknak kedveznek az egyik legnagyobb játszótér felújításával. A nyáron újult meg egyébként az óvodához vezető járdaszakasz itt a Szürcsapó utca 18 előtt, és a gyerekek nagy örömére elmondhatom, hogy a következő hónapban, illetve inkább azt mondanám, hogy még ősszel megújult teljesen a Váci orvosi rendelő melletti játszótér. Az elmúlt 3 évben 3 játszóteret újítottak fel a Derkovics lakótelep északi részén, ez lesz a 4. Ezt a beruházást képviselői keretből valósítják meg.